Mióta foglalkozol ökölvívással? 85 környékén kezdtem el, akkor mentem először edzőterembe. Gyakorlatilag azóta szinte folyamatos, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Ugye a versenyzői pályafutás az nagyjából intenzíven 93-ig tartott, aztán később volt még egy-két föllángolás, egy-két profi mérkőzés, de az már nem a rendszeres ökölvívás talaján. És eközben azért már elkezdődött az edzősködés is. Álszerénység nélkül az eredményeidet azért szeretném, ha elmondanád. A legkedvesebb eredményem az Martinban egy nemzetközi tornán, ott aranyérmes voltam. Dobon voltam ezüstérmes, szintén nemzetközi verseny. Hát számtalan, most nem tudnám megmondani, kupát nyertem. Voltam harmadik, második helyezett több alkalommal. Mindegyik kedves élményem volt. Hol találhatunk meg benneteket? Itt Budapesten a Nagy Lajos Király útja 136-ban, a 11. kerületben, a Zuglói Kickbox Akadémia berkein belül. Milyen időpontokban? Hétfő, szerda, péntek 8.30-tól 10 óráig, és kett csütörtökön 19.15-től 20.45-ig vagyunk. Kiknek ajánlod az ökölvívást? Hát az ökölvívást mindenkinek ajánlom, mert én úgy gondolom, hogy egyből bele lehet szerelmesedni. Mi jelenleg hobbistákkal foglalkozunk, és mi 12 éves kortól ajánljuk az ökölvívást mindenki számára, tehát fiú-lány vegyesen. Mikor nyitott a kapuit az akadémia? Tulajdonképpen ebben a szisztémában, amikor is ebbe a gyönyörű terembe el tudtunk kezdeni edzeni, az kicsivel több mint egy éve, tehát tavaly január közepén kezdtük el itt a munkát ebbe a terembe. Azelőtt egy nagyjából onnan visszamenőleg egy 10-12 évre nyúlik vissza a munkánk, szakmai munkánk a Béni Mikinek és nekem. Ez a terem meg igazság szerint, véleményem szerint legalábbis Budapest egyik legjobb terme, adottságát hát rá kell nézni. Tehát szép, tágas, oxigéndús, minden szermunka lehetőség megvan bőséggel, tehát 4 fedeles labdánk van, 9 zsákunk, bordásfalból van legalább 15, gyönyörű szép versenyringünk van, van még egy plusz tatami, hogyha esetleg valaki földharcozni akar, vagy akár a kézlábas sportágokhoz külön jó. Igazából itt öröm minden nap a munka. Akkor is, amikor az elén 3-4-en voltunk, tehát az első év az kicsit keserű volt, akkor nehezebb volt tartani, de most már hála Istennek megszerette mindenki, aki ide jár, elég sokan járunk, úgyhogy most így jól megy minden. Mit fogunk még rólad megtudni, kedves Laci? Tetoválás, jégkorong, éneklés, mi lesz a következő? Régi dolog ez a boxolás, a barátom, a gyerekkori barátom, még annak idején lejárogattunk nagyon régen az Újpestbe, Újpest, hát akkor még újpesti dózsa volt, és ott a Svasznek Jenő bácsi keze alatt, hát igazából nem profi szinten, de amatőrbe, de nagyon-nagyon sokat lejártunk. Onnan ismerem egyébként Attillát, Kati Attillát, és mikor megtudtuk, hogy megnyílt a terme, akkor alap, hogy jöttünk ide hozzá, mert hát kihez menjünk, hanem ő hozzá. Egyébként régóta csinálják, de csak amatőrbe. Szóval úgy én a nyári turné alkalmával keveset tudok lejárni, de egyébként szeretek lejönni, mert tényleg régóta csináljuk. Ilyen formába hozása az éneklések előtt. Mivel tudnád ide csábítani azokat az embereket, akik most kapnak kedvet esetleg ettől a videótól az ökölvíváshoz? Hát, hogy ide konkrétan, nagyon sok terem van természetesen, de ebbe a teremben csak azért, mert egyszerűen a két edző, az Attila és a Béni Miki olyan hangulatot és olyan edzésmorált teremtenek, hogy egyszerűen tényleg bárját ritkítja. Nem nagyon szeretem a teremben történő edzéseket, inkább bringázok, vagy inkább olyan szabadidős sportot választok, ami kim van, szabad van.
De ez azért jó, mert olyan hangulat van és olyan edzésterv, amivel teljesen az ember szinte úgy érzi, hogy a szabadban van. Szóval, hogy az Attiláig annyira viccesen és jópofán, és tényleg masszívan tudják az edzéseket tartani, hogy szabásod az ember jó kedven jön le ide, és tényleg jó társaság is van itt. Úgyhogy. Hetente hányszor szoktál ide látogatni? Hát, ha tehetem, háromszor. A nyári turné alkalmával természetesen, amikor hajnalba érek haza, akkor nem tudok másnap lejönni, de egyébként éveleje óta heti háromat, hétfő, szerdán, pénteken reggel jövünk. És egy kis reklámhelye, mikor lesz a következő fellépés, és hol? Következő fellépés az most már a héten indul a nyári turné, csütörtök Nyíregyháza, péntek Zalaegerszeg, szombat Szántód, Pannonia Fesztivál, szóval elkezdhetném sorolni, csak akkor nincs a memória megtelne. Take it off, take it off, take it off, and make it slow. It's all good, it's all right, fuck all day, fuck all night. Call my niggas, cause wherever I go, call my niggas, east to the west coast, all my niggas. Now the east to the west, east to the west, sick of this shit. Added DMX to add grit in this shit. Atlantic to Pacific, spit this shit. Got more for my niggas, that's getting a grip. Heavy cuts, got figures. We be clubbing, you should bust a heavy liquor. Weber Antalt, volt nehézsúlyú magyar bajnokot kérdezem. Mi van veled mostanában? Hát mostanában elérem lassan a 47. évemet, ami nem biztos. De mindig is sportoltam világ életemben, készültem a maratonra, boxolgattam, de most ráálltam arra, hogy utolsó percei szint az embernek egy 50 fele, amikor még elkezdhet magából teljesítményt kicsikarni az egészsége érdekében. Ugyanis az egy nagyon igaz mondás, hogy addig élünk, amíg mozgunk. Úgyhogy azért tévedtem ide le, már ez a többedik terem, ahol megfordultam. Igazából ennyi áll mögötte, hogy én csinálom a kettlebelt, ami most nagyon divatos, és mellette a box. És ezzel úgy érzem, hogy ilyen hetek alatt erőre kapok. Tehát ez egy jó érzés. Tehát még azt mondod, hogy változó korban is érdemes akár az ökölvívást elkezdeni? Persze, hát a férfi klimax a legalkalmasabb időpont arra. Nem foglalkozunk a hülyeségeinkkel, a lanyhuló erőnkkel, hanem igenis megpróbáljuk visszaszerezni. És valakinek még sikerül is. Záró kérdésként, miért ajánlod ezt az akadémiát? Egész ledöbbentem, amikor ide letévedtem. Rájöttem, hogy ilyen nosztalgikus érzések törtek rám, úgyis az az edzőpáros, aki itt dolgozik, azok még a nagyöregektől tanultak. Az igazi nagyöregektől, akiben volt hivatástudat, szeretet a box iránt. Ők még azoktól tanulták, ráadásul ők még az a korosztály, akik odafigyeltek az edzőkre. És magukba szívták azt a tudást. És ezt a tudást olyan szépen átadják, egy olyan jó hangulatot varázsolnak ide, a szakmai munkáról nem is beszélve, hogy ez lenyűgöző itt ebbe a terembe. Most ezt szó szerint mondom, tehát nem akarok én itt túlzásokba bocsátkozni. De nagyon jó edzőgára dolgozik itt, tehát élvezet. A régi idők hangulata van itt, és hát nekem ennyi idősen ez nagyon fontos, ezt itt megtaláltam náluk.